A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés 2009-ben döntött arról, hogy segítséget nyújt a megye 2000 fő alatti népességszámú településeinek az egészségük megőrzésében. Ezt szűrővizsgálatokon keresztül juttatták el az adott településekre, hogy a krónikus betegségeket időben felismerjék. Azt látom, hogy visszaigazolta az élet ennek a helyességét, a kezdeményezését, hiszen több ezer olyan betegséget szűrtek ki a Etényi Géza kórház orvosai, dolgozói, amely gyógyíthatók voltak, időben fel lettek fedezve, és egészséges életet tudtak biztosítani az itt élő embereknek. A szűrőprogram évente más-más népességszámú települések lakóinak nyújt lehetőséget a különböző egészségügyi vizsgálatokra. Első ütemben az 1000 lakosnál kisebb, második ütemben az 1000 és 1500 közötti, harmadik ütemben pedig az 1500 és 2000 közötti településeken végeztek szűrést a szakorvosok. Leginkább azokra a betegségekre hegyeztük ki ezeket a szűréseket, amik általános gondot okoznak az ellátásban is, illetve a polgárok körében. Ezek a kardiovaszkuláris betegségek, a cerebrovaszkuláris betegség, a cukorbetegség, ami egyre nagyobb tömegeket érint, illetve ezen túlmenően a bőrbetegségek, leginkább a melanoma szűrése az, ami nagyon fontos. A szív- és érrendszeri, szemészeti és bőrgyógyászati, illetve légzőfunkciós vizsgálatok célja a rejtett betegségek, elváltozások feltárása azon településeken, ahol nagy gond a lakosság szűrővizsgálatokhoz való hozzájutása. Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő a kórház dolgozóinak önkéntes szerepvállalását méltatta, és a szűrés fontosságára hívta fel a figyelmet. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog egyáltalán a szűrések szó és kifejezés, hiszen ma Magyarországon nagyon kiváló és nagyon sok lehetőség van arra, hogy rendszeresen, ingyenesen szűrésre mehessenek az emberek. Sajnos azt is kell tudnunk, hogy a szűrésre való hajlandóság az nagyon kicsi, tehát nagyon sokat kell azért tennünk, hogy minél többen elmenjenek szűrővizsgálatokra. Pócs János országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a kórház dolgozóinak, hogy a szűrést a jársági emberek számára is lehetővé tették. A kis településeken sokkal inkább jellemző, hogy az emberek mindennel törődnek, csak az egészségükkel nem. A munkával, a kerttel, a családdal, a jószággal, az orvoshoz pedig akkor mennek, amikor már sok esetben késő, vagy nagyon nehezen gyógyítható. Ez egy lehetőség a kis településen élőknek. Nem kell, hogy sok időt, energiát fordítsanak rá. Nem megy el vele egy napjuk, csak egy óra, egy fél óra, és helyben az egészség. 2009 óta már másodszor érkezett a szűrés Pusztamonostorra. Sári Ferenc polgármester elmondta, hogy a lakosok több mint fele élt a lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ez pénzben nem mérhető segítség, mert minden egyes megelőzött probléma, minden egyes betegség, amely egy ilyen szűrésen, és nem kerül a szűrés, ugye a lakosságnak egyetlen egy forintjába sem kiderül, annak a gyógyító tevékenysége felmérhetetlen. Hisz, ha egy akut problémával kerülünk a kórházi ágyra, a kórházi ágy költsége, a gyógyító munka, ne talán a műtét, a sarról nem is beszélve, hogy megrövidül az embernek az élete, az pénzben azt gondolom nem mérhető. A 2015. évi szűrőprogramon a megye 1500-2000 közötti településein élők számára tették lehetővé a vizsgálatokat, mellyel több ezer ember élt.